Köszöntök mindenkit, aki itt van. Köszönünk, hogy itt, aki útközben van, és már hallgat minket, és Ady Endrével együtt szavalja, hogy mi mindig mindenhonnan elkésünk. Köszöntöm azokat, akik otthon vannak, akik ágyból néznek minket, mert onnan a kényelmesebb. Köszöntöm azokat, akik ezeket később fogják megnézni, meghallgatni. És hiszem azt, hogy Istennek az áldása bárhol vagytok, a kerekvilágon meg fog érinteni titeket, mert az Isten szeret titeket. És boldog új évet is kívánok nektek, és ti is kívánjatok boldog új évet nekem, mert nekem is szükségem van erre. Mert a mi boldogságunk, ugye, hát ez nem tőlünk van, hanem az Istentől, a boldog Istentől, aki ebben az évben is boldogságot fog adni. És ugye szegény megboldogult Cserháti Zsuzsával nem fogjuk énekelni, hogy boldogság, gyere haza. Mert már bennünk van. Amen. Elhiszitek? És ezt a boldogságot, mint ajándékot adotta az Isten mindannyiótoknak. És ezt mindig újból és újból fel kell gerjeszteni. Mert a boldog Isten szeret titeket, és mindent odaadott nektek azért, boldogan éljetek. Amen. És nem biztos, hogy most a nehézségekben meglátjuk a boldogságot, de ez a szívünkben ezt nem tudják elvenni. A szívünkben nem tudják egyszerűen elvenni. Az elmúlt években az egyik legnagyobbat harapott az ördög, ugye az egyéni tragédiákon mellett azért mégiscsak a közösségekben, és erről szeretnék egy pár szót beszélni, hogy hát a közösségeket tépázta meg, ugye hát ezzel a járványa mindenki kicsit külön vált, kicsit tartózkodóvá vált a többiektől, egy kicsit eltávolodott mindenkitől, akik ugye átestek betegségeken, vagy ezzel kapcsolatos betegségeken, ugye azoknak izolálni kellett magukat, és az ördög így folyamatosan, hát megtépászott mindenkit, nem csak a mi közösségünket, hanem az egész eklézsiát, vagy akár azt mondom, az egész világot. Mert ugye a közösségről beszélünk, akkor nem csak a keresztény közösségekről beszélünk, hanem ugye vannak természetes közösségek, például ilyen a család, vagy ilyen a munkahely, vagy ilyen a lakóhely. És ugye ezeket is szépen lassan az embereket eltávolította egymástól. Már egy kicsit félünk megölelni egymást, egy kicsit másfél méteres távolságot tartunk, ugye, Cecília kedves tanácsára, de hát ez a szeretet ugye mindent legyőz, és én megmondom őszinte, nekem ez sose sikerült, tehát én mindig megölelek valakit, meg valakiket. Ugye Istennek az alapvető hozzáállása az emberhez az, és az első kijelentés az, hogy az embernek nem jó egyedül. Az embert úgy tervezte, úgy teremtette, és úgy alkotta, és úgy formálta, hogy közösségben legyen bele. Elsősorban Istennel, elsősorban ő magával. De amikor ezen a földön él az ember, azt mondja az Isten, hogy hozzáidő társat is hozok. És valamit kitépett egy olyan részt az emberből, amitől utána teljessé vált az ember. És ez volt a közösség első lépése, amiből aztán hát lett egy csodálatos emberiség. Én úgy gondolom, hogy az emberiség csodálatos. És ahogy Isten szereti az emberiséget, úgy hát így szeressétek. Persze, vannak rossz dolgok, vannak tragédiák, vannak háborúk, egy csomó minden van, de ez nem az emberből van, ez nem az embertől van. Az embert az Isten úgy teremtette, hogy kifejezze magát a másik felé, hogy szeresse a másik embert. Hogy a szeretetét átadja. Isten ezt a szeretetet beletáplálta, amikor azt mondta az embernek, hogy formáljuk saját képünkre és hasonlatosságunkra. Amen. És nem jó az embernek egyedül. És ha valamit megértünk a világtörténelemben vagy a Bibliában, hogy az embert az Isten közösségre teremtette. Úgyhogy ne higgyetek azoknak a irányvonalaknak, azoknak a divatoknak, hogy az ember önmagát meg tudja valósítani, vagy egyedül jó. Hát ugye a Ripacsok című film, biztos ismeritek Sándor Pállal, ott pont ezt énekelt a Kern András, hogy egyedül nem megy. És megy egyedül? Nem megy. Az ember sokkal sérülékenyebb, sokkal sebezhetőbb, sokkal kísérthetőbb, amikor egyedül van. Ezért várja az ember a közösséget. Bármilyen közösségről beszélünk. Persze, jó a házasság is közösség, de az egyház ugyanez. Az egyházat az Isten azért teremtette, és azért hozta létre, hogy ez a közösség egyben legyen az Úré. Ahogy az ember egyben az Úré, úgy a közösség is az egyben az Úré. Amen. És az, persze most úgy érzem magam, mint egy ilyen rossz szülőértekezleten, hogy pont akik a közösségben vannak, ugye, hát nem nektek kéne ezt mondanom, de aztán erre is van üzenetem, hogy például a közösséget azt nem csak úgy kell megélni, hogy eljövök, és akkor egy ilyen passzívan részt veszek egy bármilyen rendezvényen, hanem Isten azt szeretné, hogy a közösséget meg is éljük. A közösségben átéljük azt, ami a közösség miatt
a részünké válik, hogy szeretjük egymást. Átéljük azt az örömet, amit az Isten belénk táplált, és újból is kifejezzük. Tudjátok kifelé? A szomszédot felé, a társad felé, a szolgáló felé, hogy megerősítjük egymást abban, hogy az Isten téged kiválasztott szeret, meg akar ölelni. Na de most már egy kicsit konkrétabban megyek. Mert az idő halad, és most már többen mondták, hogy azért minél gyorsabban végezzek. Az első, tehát amit fel kell ismernünk, hogy tényleg nem megy egyedül, és nyugodtan valljuk is be, hogy nem megy egyedül. Szükségünk van egymásra. Ti magatok is ne legyetek elizolálva. Itt az egyházban azért teremtett az Isten, azért hozott ide, azért vezetett ide ebben a gyülekezetbe, abba a közösségbe, abba a részbe, ahol vagy, akárkihez most sugod a fülébe, hogy most miről beszél ez az ember, azért, mert Isten azt akarja, hogy legyél őszinte egy kicsit magaddal, egy kicsit legyél önazonos, hogy érezd azt, hogy szükséged van segítségre. És ez a segítség az Istenen keresztül jön. Az Isten igéjén keresztül jön. Egy átöleléssel jön. Egy odafigyelésen. Többször mondja az ige, hogy hallgassuk meg egymást, figyeljünk egymásra. Ez az egyházban is fontos, fontos a családban is. Hogy a közösséget, a megélését azért ne egy passzív részvételben, hanem egy aktívan. És majd hogy ugye elkezdjük majd dicsérni az Urat, elkezdünk igét hallgatni, úrvacsora lesz. Ezek mind arra szólítanak fel, és abban buzdítanak bennünket, hogy ezt aktívan tudjuk megélni. És amikor ezt ebben aktiválódsz, az azt jelenti, hogy belemész abba a folyamatba, amit Isten akar benned, és ennek az áldásait is veszed, mert a közösségben áldás van. Azt mondja Isten a Zsoltárosban, hogy oda küld áldást, ahogy az Áronnak az olaját, Áronnak a szakállán folyik az olaj, úgy küld áldást Isten a közösségbe, ahol összegyűlnek az atyafiak. Az egységet is Isten hozza létre abban, hogy te magad aktívan részt veszel, hogy kicsit leveszed a hétköznapoknak a frusztráltságát, meg a futkározását, meg minden mást is az életedbe, és hagyod, hogy az Istennek ez az olaja lemossa rólad, és egybe forjál a testvéreiddel. És akkor beteljesedik Jézusnak az az imája, ami azt mondja, hogy legyenek egyé, mint ahogy mi vagyunk veled, atyám. És ilyenkor vagyunk egyé, amikor egyként dicsérjük az Urat, amikor egyként imádkozunk, amikor egyként hallgatjuk az Istennek a beszédét újból, és feltámad bennünk az az isteni áldást, amit Isten pontosan azért hozott, hogy nekünk jó legyen, hogy mi boldogok legyünk. Ámen. De a közösségnek a másik nagyon fontos részelem az, hogy a szeretetedet ki tud fejezni. Az ember egy szerető lény és egy szeretett lény. Egyszerűen nem tud kifejezni, hogyha egyedül vagy, ha egyedül éled meg az Istennel való közösségedet. Kell, hogy valakit szeressél. Kell, hogy valaki szeressen. És ennek az igénye újból és újból fenn van, és ez nem maguktól van, ezt nem tudjuk lefolytani, mert ez az Isten ezt belénk táplálta. Akár hiszünk Istenbe, akár nem hiszünk Istenbe. És ha újjászülettünk, aztán ott még nagyobb turbó nyomás nehezedik ránk, hogy kifejezzük a szeretetünket. Úgyhogy szeressétek egymást is, szeressétek azt a közösséget, amiben vagytok. Nem, egyrészt nem szégyeljük, hát nyilván nem szégyeljük, hanem legyünk része annak az egésznek, amit eklézsiának hívunk, ami néha egy kicsit megfogyatkozik, néha egy kicsit meghízik, felfelé nő, lefelé megy, össze-vissza járkál, de ez a organizmus, amit mi gyülekezeteknek és egyháznak hívunk, ez egy folyamatosan változó dolog, ebben ott vagy benne, te belül vagy. Te belül vagy. Az ordító oroszlán meg körbe-körbe járkál. És szeretné elnyelni. És az a közösség egyből védelmet is nyújt. Neked, nekem, neked, bárkinek. Azt hiszed, hogy a gyülekezeten belül egyedül vagy, hidd el, hogy valaki imádkozik az egyházért. Hidd el, hogy imádkozik valaki a gyülekezetért. Hidd el, hogy valaki imádkozik, lehet, hogy érted. Mert egymásért vagyunk. Az Isten benned, és bennem kijelenti a szeretet. Én nagyon sokszor felszoktak jönni jó barátaim, kevésbé sűrűn találkozott barátaim, akiknek mondja az Isten, hogy imádkozzak érte, és akkor imádkozok érte. Lehet, hogy tényleg, mit tudom én, fél évente egyszer találkozunk. És ezeket, ebben titeket is bátorítalak, hogy ti magatok is imádkozzatok ezért. Ti magatok is menjetek oda olyan testvérekért, aki felé buzdít az Úr. Emlékeztek a Pál és Ananiásnak a történetére, hogy ugye Ananiáshoz szól az Isten, hogy menj el oda ez a Saulhoz, vagy Saulushoz, hogy hát imádkozzál értem, mert megvakult. És akkor hát most ott legyen valami. Hányszor van bennünk egy olyan, hogy valakiért imádkozzunk? Bennem sokszor van, és nem mindig megyek oda. Én is kerestem a kifogásokat, mint Ananiás, hogy hát jó, ez egy ilyen ember, egy olyan ember, messze van, nem érek rá, stb.
higgyétek el, hogy Isten azért szól neked, mert most pontosan te vagy az az alkalmas ember, akinek az az embernek szóljon. Pontosan te vagy az az ember, akin keresztül Isten akar szolgálni. Úgyhogy a szolgálatot ne csak innen lássátok, hanem ti magatok vagytok. Az az ajándék, ami benned van, az a végtelen szeretet, az a végtelen csodálatos adomány, amit benned ki kell, hogy jöjjön, az ezeken az imákon keresztül, ezeken a bátorságokon keresztül fog elindulni, és ki fog teljesedni az életedbe. Ezt higgyétek el, és ezért kívánok nektek boldog új évet, mert hiszem, hogy ebben az évben, ahogy megtépázta a gyülekezetet ezzel az izoláltságtól, nem csak a gyülekezetet, most én ilyenkor az egész eklézsiát értem ez alatt, Isten, én gondolom, hogy vissza fog vágni. Vissza fog vágni, vissza fognak térni azok a testvérek, akik együtt ilyen Chuck Norrisként, meg Clint Eastwoodként élték a magányos cowboy életüket, és akkor majd ők egyedül legyőzik a világot. Tegyék meg, de higgyétek el, hogy sokkal könnyebb a kettőnek. Sokkal könnyebb, mert egy csak ezret győz le, ugye kettő meg, hát tízezret. Úgyhogy a harmadik dolog meg, hogy amikor az igét olvassátok, nézzétek meg a leveleknek a végét. A minden levélnek a végén pontosan a közösségekről beszél az Isten. Hogy mit csináljatok, hogy mit ne csináljatok, menjetek, valljátok meg egymásnak a bűnöteket. Ha betegek vagytok, kérjetek imát. Ha örömötek van, dicsérjétek az Urat. És higgyétek el, hogy ez mind azt a közösséget építi, amitől mi egyé válunk, és amitől az Istennek a természet fölötti áldása olyan módon fog ránk jönni, amit még nem tapasztaltunk meg. Tele van az asztal áldásokkal. Itt az úrvacsorát fogjuk venni, és ennek az Isten természet fölötti megváltásának minden gyümölcsét együtt tudjuk learatni, megélni. Itt csak éljétek meg, hagyjátok, ne hagyjátok, hogy az ördög megállítson titeket, hanem keljünk fel mindnyájon. És örömmel lépjünk be abba a mennyei királyságba, mennyei áldás sorozatba, amit az Isten az egyháznak, nekünk, persze személyenként is, de együtt nekünk adott. Amen. Ebben örvendezzünk, és ebben kérlek téged, hogy ezt a mai alkalmat is próbáljátok úgy megélni, hogy ne hagyjátok, hogy magatokra hagyjon a saját gondolatok, hanem hagyjátok, hogy az Isten szóljon ma is a dicséretek által, az ige hirdetés által, az adakozás által. Tehát ez is egy közösségi élmény, hogy együtt tudunk összegeket adni az Úrnak nagy vonalúan, azért, hogy legközelebb is össze tudjunk jönni, azért, hogy legközelebb is együtt tudjunk lenni. Együtt úrvacsorázunk, hogy a szeretetünket az Istennek a megváltásából kifejezzük egymás felé is. Ez az úrvacsora is egy közösség, de nem akarom elvenni senki kenyerét, erről majd szépen kifejti más. Higgyétek el, az is pontosan a közösségről szól, hogy az Úrral együtt vacsorázunk, és mindannyian. Ámen. Értsetek velem egyet ebben, és kérek, hogy éljétek meg a szeretett közösséget. És éljétek meg azt, hogy egymást szeretitek meg, hogy az Isten is szeretiteket. És akkor most imádkozom, és kezdjük el majd dicsérni az Urat. Atyám, minden kegyelem Istennek, köszönjük ezt a végtelen szeretetet és áldást, amellyel minden nap betöltöd az életünket. Köszönjük neked, Uram, hogy ebben az évben is megmutatod a te kegyelmedet, szeretetedet, örömödet, békességedet. Hogy ezen a mai napon is, Uram, pontosan az a terved felénk, hogy örvendezzünk, hogy vigadjunk ezen. Ezen a mai napon is az a terved felénk, hogy megáldjál, hogy megszeretgessél, hogy megújítsál, hogy felébresszél, hogy megerősítsél, hogy betöltsél és meggyógyítsál mindnyájunk. Imádkozom azért, Uram, hogy erre a mai napra is, Uram, a te természet fölötti kegyelmedet árasz ki mindannyiunk szívére, akik itt vagyunk, akik online nézünk, és akik majd később hallgatnak meg. Kérlek téged, Uram, hogy töltse be mindet a te végtelen szeretetet, túlburjánzó és természet fölötti közelsége. Köszönjük neked, Uram, hogy itt vagy, köszönjük neked, Uram, a testvéreinket, és nagyon szeretünk téged a Jézus Krisztus nevében. Ámen.